Köszöntöm a kedves nézőket, önök legújabb híradónkat látják. Enyhe növekedés tapasztalható a kórházi kezelésre szoruló koronavírus fertőzött gyerekek körében, de az ambuláns vizsgálatok száma is megnőtt, jelentette ki Olivéra Osztojics, a Dragisa Mišović kórház gyermekklinikájának vezetője. Főleg a felsős általános iskolásokról és a középiskolásokról van szó, ami várható is volt, hiszen visszatértek a szünidőről. Másfelől nem tudjuk, hogy az iskolában vagy otthon fertőződtek-e meg, mert többnyire a szülők is fertőzöttek, és tudjuk, hogy sokan kihasználták az ünnepeket, hogy telelni menjenek, nyilatkozta Osztojics. Mint mondta, ezeknek a gyerekeknek szerencsére enyhe tüneteik vannak, és többnyire nem szorulnak kórházi kezelésre, de valóban nőtt a vizsgálatok száma. A gyerek, mikor megszületik, csecsemőkorban nincs neki nagyon nagy immunitás, amit az anyukától kap, tejen keresztül, meg placentán, amint kapott, vagyis méhlepényen keresztül, de az nagyon minimális. Szóval ezért is van, hogy a gyerekek mindig sűrűbben betegek, mint egy felnőtt ember, mert még nem találkozik nagyon sok vírussal, nem keletkeznek ezek a specifikus ellensejtek, amik tudnak harcolni, addig néha van az, hogy két hetente hozzák a gyerekeket, különösen, amikor ilyen közösségben vannak, akkor megcserélik, ahogy mondanám, a vírusokat, baktériumokat, és aztán az kialakul nekik, megerősödik az immunitás idővel, és akkor kapnak egy ilyen stabil immunitást. Hát kézmosás, azt kell tanítani, mert azért vannak dolgok, amiket lehet jobb volna nem megkapni életünkben, az pedig különösen az ilyen piszkos kézzel átvívő betegségek, a hasmenés, hányásos betegségek, amik mondjuk rá most épp elég sok van Topolyán. Úgyhogy vannak dolgok, amiket azért lehet, hogy jobb volna életünkben nem megkapni. Azt megtanulni, hogy mondjuk elfordítani az arcunkat, hogyha tüsszentünk, meg kezdünket odarakni. Ezek ilyen alapszabályok, amiket a gyerek magával kell, hogy hozzon a családból, meg a kollektívumban is meg kell, hogy tanítsák őket, hogy egy valami viselkedési forma. Azt, hogy természetesen inkább kint játszanak, mint hogy bent csak kompizzanak, mert abban nem fognak nagy ellenálló képességet kapni. Hanem legfeljebb a számítógépes vírusok ellen, ugye? Ja, aktív sport, valami sportra bérni a gyerekeket, külön ilyen téli hónapokban nagyon ajánlanám a plusz még C-vitamin, adagolás, D-vitamint, mert nincs nap, E-vitamint, cinket, szelént, most ez nagyon fontos hónap, most különösen az ilyen állapot vége, és a sportolás, amivel nagyon is szépen emeljük az antioxidáns védőmechanizmusunkat, amivel védekezünk ugyanúgy az időseknél a koronáris betegségek ellen, a gyerekeknél pedig emeljük az immunitást, mert a C-vitamin, amit meséltem ezt az almát, nagyon fontos, hogy bevonja és hogy elvonja ezeket a szabad gyököket, megkösse, és hogy ne bírjanak hatni a mi sejtünkre, ne tegyék tönkre a sejtjeinket. És ezek olyan dolgok, hogy sok gyümölcset hogy eszünk, de hát nem lehet kilókra enni a mandarint és a narancsot sem, mert abban meg nagyon sok cukor van. Akkor abban meg sok cukort, ha beviszünk, akkor meg az hízoláshoz vezet. Ugyanúgy nem szabad kötni a fehérjét a szénhidrátokkal, hogy nem, mint az a régi jó szokás, hogy jó, beebédültünk, utána még egy kis kalácsot, nem készkütőt, ugye az idősebben. Egy sört, ugye? Sört, igen, na és akkor még lefekszünk egy jót aludni, és akkor nem is tudom, hogy mitől hízol. Hát megvan ez, ugye? Megvan az, hogy nagyon kellene figyelnünk a testünket, szóval mozogni, vérkeringésünket serkenteni, gyerekeket beadni valamilyen sportra, ki amirenek van affinitása, szóval nem muszáj mindenkinek ugyanarra menni. És a szülőknek példakép kell legyenek, mert hogy nem vagyunk példakép, nagyon könnyű mondani ott a fotelból ülve, na gyerekem, te most elmész, vagy elviszlek, én visszajövök, és akkor tovább dohányzok, ülök, és tévézek, meg lehet azt is, mint csinálni, ugye dohányzáson kívül, de úgy, hogy sportolj, még mindennapi mozgásunk meg kell, hogy legyen, mert az embernek szüksége van mozgásra. Gyorsabb a vérkering, és gyorsabban szétviszi ezeket az oxigént, meg az összes anyagot, úgyhogy nagyon fontos, hogy minden szétosszunk a napunk minden részébe, hogyha mindahogy, mikor fölkelünk, eszünk, ugyanúgy legyen, hogy az egy szokás kell, hogy váljon, és hogy fontos, hogy a szervezetünknek az egészség az első helyen legyen, hogy ne azon gondolkozunk csak az egészségről, mikor betegek vagyunk, hanem akkor, mikor egészségesek vagyunk, hogy azt tartsuk azon a nivón, hogy mindig egészségesek akarunk lenni. Ahhoz pedig meghatározott étkezési rendszer kell, hogy legyen, és vitaminok bevitele.
A szürke gazdaság felszámolásával foglalkozó koordinációs testület megtartotta első ülését Sinisa Máli pénzügyminiszter elnökletével. A szürke gazdaság felszámolására vonatkozó nemzeti program intézkedései teljes mértékben vagy részlegesen mintegy 70%-ban valósultak meg a 2019-től 2020-ig terjedő időszakban. A legnagyobb arányban a tisztességes versenyt, a legális vállalkozást és a foglalkoztatást támogató intézkedések valósultak meg, valamint azok, amelyeknek célja, hogy tudatosítsák az állampolgárokban és a gazdaságban a szürke gazdaság elleni harc folytonosságát és fontosságát. Áprilisban mutatjuk be a szürke gazdaság felszámolására vonatkozó akcióterv tervezetét, az elfogadását pedig 2021. júniusára tervezzük, írta Instagram profilján a pénzügyminiszter. Több mint 3,3 milliárd dinár értékben járul hozzá a tartományi kormány 24 önkormányzat gazdasági fejlesztéséhez. A beruházások az infrastruktúrát, a vízvédelmet, a vízgazdálkodást, az alapfokú oktatást és a sportot érintik Vajdaság területén. Topolya község polgármestere Szatmári Adrián két szerződést írt alá. A szennyvíztisztító kiépítésének folytatására, valamint a főgyűjtő csatorna újabb 2 kilométeres szakaszának kiépítésére közel 200 millió dinárt irányoztak elő. A szennyvíztisztító esetében az idei évben be kell, hogy fejeződjenek a kivitelezési munkálatok, és a nyáron már megkezdődhet a próbaüzem is, ősztől pedig már működésbe is léphet ez a berendezés, ami nagy előrelépés lenne a környezetvédelmi problémák megoldása felé. Új könyvekkel bővült a topolyai Juhász Erzsébet könyvtár könyvállománya, amelyek között minden korosztály megtalálja az érdeklődési körének megfelelő olvasmányt. A könyvek a Magyar Nemzetpolitikai Államtitkárságtól a Magyar Nemzeti Tanács közvetítésével érkeztek. Az új kötetek ajándékgyanánt jöttek ide Topolyára, mondta el Nárai Éva, a topolyai könyvtár igazgatónője, aki azt is hozzátette, hogy a kiadványok már elérhetőek az olvasók számára. A Vajdasági Kézi Munkakedvelők Szövetsége által meghirdetett komakendő alkotópályázatra 22 munkadarab érkezett, az alkotásokból pedig február 19-én Topolyán a Művelődési Ház kiállító termében a Főutca 12-es szám alatt kiállítás nyílt, ami munkanapokon megtekinthető. Radován Máris személyében topolyai koncertmestere van az Újvidéki Rádió Televíziónak. Emellett azonban számos fellépéssel öregbíti egyben szülővárosa hírnevét is itthon és külföldön egyaránt. Topolyai születési ember vagyok. 79-ben születtem. Anyukám magyar származású. Apukám szerbien, vegyes családból. Mi nálunk a családban mindig beszéltük a szerbet, a magyar nyelvet. A magyar nyelv utána nagyon sokat segített nekem, mivel sokat vagyok külföldön, Magyarországon. Sok kollégákkal kommunikálok, közreműködök, fellépek zeneileg. Itt muszáj mondanom a Bácska Tambura zenekart Bajáról, akikkel már hosszú éveken keresztül nagyon jó kapcsolatot, meg zenei dolgokat sikerült végre tennünk, még nagyon sok ilyen fellépést Magyarországon. Igazi vajdasági, ugye azt mondanám, ugyanis hát ez a mi gazdagságunk, ez a mi kincsünk, ez a sok nemzetiségű vajdaság, ugye ez a zenei élet területén is megmutatkozik, és hát itt ugye több nép kultúrája keveredik, több népnek a zenéje keveredik, de nézzük, hogy hogyan kezdődött a kapcsolat a hangszerekkel, a zenével. Hát igen, a vajdaság az nagyon, nagyon nagy, még nagyon szép, sokfajta zenével van közülötte. Az én családomban a
apukám édes testvérje, Szlobodán, ő furujázott, még kicsike voltam 7 éves. Volt régen még kis harmonikám is, ilyen orosz kis piros harmonika, de jött a házunkba, azt akkor ő mindig furujázott, utána próbáltam én is azt egy kicsit úgy imitálni, adta a furuját, meg minden, de valahogy a harmonika az közelebb állt hozzám, azt a harmonikával úgy egy kicsit játszottam, húzgáltam, akkor nem tudom, szeregettem ott valamit. Utána olyan 13 évesen rá, szintén a családból van egy ember, akinek hálás vagyok, hogy segített a zenében, még nagyon pontosan beállította a kezemet, átadta jó technikákat. Duskó Vidics, ő pedagógus, meg professzor itt a Poján egyik iskolában, Nikola Teslába. Szóval 13 évesen önálló kezdtem előbb a zongorát, utána valahogy harmonikára áttértem, mert az közelebb állt hozzám. Utána rá, körülbelül nem tudom, egy évre, egy is fél évre Ljubisa Pavkovicshoz jutottam. A Ljubisa Pavkovics a belgrádi nagynépi zenekarnak a vezetője volt nagyon sok éven keresztül, most nyugdíjas, és most is nagyon sokat muzsikál, még halljuk egymást. Ő nála nagyon sok évig jártam Belgrádba, tanultam a harmonikát, a lehetőségét, a zenét, úgyhogy őnek is egy nagy köszönet ehhez, hogy át akarta adni az ő szakmatudását, a zenét. De muszáj mondani, hogy Topolyán befejeztem az általános zeneiskolát, Hella Gábor volt a professzorom, azt őnek is egy nagy köszönet, még mostan üdvözlöm a Hellát is, meg a családját, akikkel nagyon jó barátok is lettünk utána rám, meg nagyon becsülöm őket, meg tisztelem. És hát ugye kis túlzással azt mondhatnánk, hogy bárhova megyünk, akkor ott a híres emberek között, a tehetséges emberek között, vagy a vezető emberek között topolyai származásúakat találunk, és hát ugye innen, amit te mondtál, tehát a Topolyai Zeneiskolából egyenes út vezetett a karriered során a Vajdasági Rádió és Televízió népi zenekarának a vezetői posztjáig? Hát úgy mondva igen, de előbb muszáj mondanom, hogy chronológiailag, hogy a szerb kulturális központban, Vuk Stefanović Karadzsicsban nőttem fel, egy 20 évet muzsikáltam előtte. Nagyon sokat utaztunk világon szerte szét, meg nagyon sok ilyen tapasztalat volt abba a zenekarba. Megboldogult Julián Ráccal. Ő nagyon sokat tanított is, meg ilyen zenekari elmélet praxa. Ott szereztem a Vuk Stefanović Karadzsicsba, azt muszáj mondanom elsősorban is, mert az is egy nagyon fontos dolog, amikor az ember egy profi zenekarba kerül, hogy a zenekari praxa, meg az elmélet, hogy legyen, mert van sok jó zenész, de hogy zenekari zenész, meg csapati zenész, az egy más dolog, gondolom, úgyhogy ottan muszáj úgy muzsikálni, hogy valaki elképzelte, leírta, vagy nem is tudom, szóval nem lehet csak úgy odaállni, azt akkor muzsikálni, hanem muszáj betartani a szabályokat, meg nagyon nagy disziplinával, meg mindennel, hogy az ember szépen csinálja, még beleilleszkedjen, hogy mondjam, a zenekarba. Március 22-e és április 2-a között Tavaszköszöntő címmel szervezi meg soron következő tematikus kiállítását Topolya Község Művelődési Háza, ahova képzőművészeti, kézműves alkotásokkal lehet jelentkezni. A pályázatra egyebek mellett saját díszítésű esernyőket, napernyőket, kalapokat, világcserepeket, locsolókannákat és díszített séta vagy túrabotokat várnak. A Művelődési Ház illetékesei a felhívásban kiemelik,
hogy az alkotók értelmezzék szabadon a pályázatot, vagyis anyagfelhasználási követelményeket nem támasztottak. Egyedül azt várják el a munkákkal kapcsolatban, hogy azok kötődjenek a tavaszhoz, a húsvéti ünnepkörhöz, vagy a népi motívumok elemeivel legyenek díszítve. A pályázatra egyének is, csoportok is jelentkezhetnek. A legötletesebb alkotások készítői jutalomban részesülnek. A munkákat a Művelődési Ház irodájába várják, a beküldés határideje március 19-e. Bővebb tájékoztatása 024 713 515-ös elérhetőségen kapható. Az áramelosztó topolyai részlegének értesítése szerint a hálózaton esedékes javítási munkálatok miatt február 24-én szerdán 9-től 9 óra 15 percig, illetve 13-tól 13 óra 15 percig áramszünetre számíthatnak egész Karagyorgyevó területén az ott lakók. A topolyai TSC 3-0 arányban nyert Zentán a bácspalánkai Bácska ellen. Az újabb győzelemmel már az ötödik a Superliga tabelláján csapatunk. A topolyaiak már az első félidőben beállították a végeredményt, Zéc kétszer, Stanojev pedig egyszer talált be. 8 ponttal van már csak lemaradva az európai kupa szereplést jelentő negyedik helytől csapatunk, amelyet jelenleg a belgrádi Csukaricski foglal el. A hétvégén, a 24. fordulóban a TSC a Gornyi Milanováci Metálac vendége lesz, majd pedig március 3-án szerdán a Crvena Zvezda érkezik Zentára. Nenad Filipović, kapitan domaćeg tima, a evo sada naleta ovde domaćina, da vidimo Banjac, pa ko je tamo bio, šutira, Zec sada beležimo i ovaj pokušaj. Kaže Lakić Pešiću da ide prva, evo ubačene lopte, udarca glavom, svila je šansa, če, Jukstanoje, prošao, evo šanse, evo 100% šanse da vidimo kornu. Čičkovi je na pripremama u Sloveniji dao dosta golova i zato je u startnoj poziciji, evo preglavanja ovdje, da vidimo visoka dva igrača, lopta je do petlje u loptu ovdje, na golu Milojević odbranio ovu i sada Jurozec Petrović. Ubačen na drugu stativu, da vidimo U to bio 18 minuta, 18-19, Ivan TSC, golom Stanela. Najviše što mogu na meču, ali pita se TSC, evo ubačene lopte, evo sada naleta, evo Lukić, evo samo Miličevića, preglavanje, drugo, gol, Stanoje preko. Igrali su se sada ovdje u odbrani, terapeut u našoj ligi, Dragan Golubović, Tibor Dejak doktor, Borislav Manjac i Zlatko Žembri, komesar za bezgleda, Miličević utira za malo gol, za malo gol, lopte. To se želi da potvrdi ono trojku iz uži, pa strašna kombinacija. Jukstanoje, dve! I lopta odlazi pored gola. Izvanredna je, bila šansa. Praćena ponovo ovdje, da vidimo Miličević, Tomanović i sada se okreće Lukić ovdje. Šutira Zeca! Bravo! Juro, 17,5 metara, 39,2,0. Za svoj TSC, apsolutni favorit je bila domaća ekipa pre ovoga meča, ali u fudbalu se nikad ne zna. I evo Zeca, evo Zeca, evo Lukića, evo Zeca, evo Zeca,
preko 10 primjenika, još jedan gol Đura Zeca, 3-0 za TSC. I oduzeta lopta, evo ubačene lopte do Lukića, Lukić, obranio je Milojević, iskreće ove, za korak je bio. 0, juče Radnička, dakle, 1-2, dva rezultata u Subotici, Spartak Crvena Zvezda i ono, sad u Proleti, Metalac 1-2, Partizan Radnik. Ovde da vidimo, ulazio Pantić u kazani prostor, pa ovde izguran, i lopta do Nedeljkovi, Nedeljković ima dobru levu nogu, šta će od svega da bude na offside poziciju, ukačena, Živić je dovođena prečka. Pogodili se u prečku, igrači Bačke i informaciju da je Silivić počeo da daje golove tamo u Južnoj Koreji. Evo Đakovca, evo šanse, evo Đakovca i petlja sada tamo. Đakova 100% obavio taj zadatak, međutim protiv Zeca se po ovoj utakmici nije moglo. Evo sada lopte da vidimo, Ljub Stanojev, za malo da igrači dodaju loptu do Stanojeva, pa za Super ligu, međutim Panović će zaista biti Ivančević. Ivančić pokušao da lopte, dobar udarac Ivančevića, lopta preko. Tri nedelje PSC biti na skeneru vrti utakmice za redom groj. Utakmice završena, PSC pobedio Kladovo 3-0, negativ je Trabzon. Híradónk végén az időjárásról. Vajdaság területén az elkövetkező napokban derült, napos lesz felettünk az ég, csapadékra nagy valószínűséggel nem kell számítani az elkövetkező napokban. A párás ködös reggelek után a nappali hőmérsékletek 18 fok körül alakulhatnak, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet pedig -2 és +4 fok között valószínű. Kedves nézőink, Önök legújabb híradónkat látták, nem maradt más hátra, mint hogy valamennyi munkatársam nevében megköszönjem az Önök megtisztelő figyelmét. További jó tévézést kívánunk Önöknek!